Jövök messziről, iránytűn, templomtorony. Hazaérek estére, az ajtót alig találom, az ablakon be nem látok. Én szeretteim, hol vagytok? Kialudt petrólámpák lógatják döglötte nyelvüket. A madrak világosság istenét keresni másfelé repülnek. Elsompolyog a kerítésnél szúrós sündisznó bogja. A bolhák elkószálnak, ellepnek kazlat, barázdákat. Romlik lefelé kürtő, kémény, a korom belőlük égre úszik. A gyerekkori ház térdemig ér, marad majd zöld temető, bogáncsos domb, szívós taragc gyökér. A kéményből kiereztem a ház mögé a füstöt, tyúkkal sétálok. Elengedem tekintetem a határban nyíló ajtóból, amerre vakon megy a töppet föld alatt. Mozog végig tőle a hosszú kanális part. Magam vagyok, a fészernél tócsoló bickol. A kódgémnek pacsit adok. Látom az eget, földet, mint valamikor, amikor a sas legény fiával összebarátkoztam a magas nyárfánkon. S a földeken a szerszámok gatyára levetköztek a melegben. Pitypang buborékok szállongnak most. Hallgatásom kint fülel a csutkahalmon. Hol vannak öregeim? Nem szoknak le a dologról. Már alkonyattal elfirhangolom az ablakot, mikor észreveszem. Magukat a hátukra vetve jönnek. Nyílik a gacsos kapu. Kutyarikkantás fogadja őket. Nagyon korán vágyódtam én el innét a tanyáról. Az elvágyódásomat a vonatok táplálták, mert itt mentek el a tanya közelében, Újszász felől Szónokra, Szónok felől Újszász, illetve tovább a Jánságba, vagy éppen Budapest fele. És láttam, hogy ülnek a vonatokon az emberek, és mennek, és elmennek. Nem láttam őket többet, én is szerettem volna menni utánuk velük, és arra gondoltam, hogy megállítom őket, és felszállok a vonatokra, és elmegyek valameddig. Messzire nem gondoltam, hogy elmenni, hanem hát valameddig, néhány száz méterig. A munkában volt ki kellett, hogy vegyen részét rendesen a egész kisgyerek is. Hát persze, hát 3 éves koromtól már azt mondta anyám, hogy na, itt van 5 kacsa, ebbe a gödörbe bele ne menjenek, mert nem tudnak kijönni. Én meg nem megyek utánuk, de oda ne menjenek bele, mert oda majd, ha nagyok lesznek és nem fulladnak bele, akkor belemehetnek. Tehát akkor már kellett a jószágokra ügyelni, a kacsákra, a libákra, csirkékre adni nekik enni, vizet adni nekik. Hát egy 3 éves gyerek már, hát ennyi munkát rá lehet bízni. Hát minek van a portán, ha nem azért, hogy ellássa ezt a kicsi munkát? Játszani? Hát nem azért vagyunk a világon, hanem azért vagyunk, hogy dolgozzunk, megéljünk. A küszöbb partokra szültek az asszonyok házőrző kölyköket. A fájós lábú bölcsőhöz kicsi pesztrákat a jövő nyári csöptestvérhez. Szültek a messzi legeltetésekhez a nótás kistanyák felé gyereket. Szültek a szétnyerített fedelű istáló elé is egyet, a gödör vizes ibrikhez másikat. Haszóhajtókat majd a szerszámokkal, akik a sejpítő csirkékkel nőttek fel a porban. S látni lehetett a távolságon át, mint egy távcsövön, mentek bogjákba felgyűjteni a mezőt. A láthatár kerítésén túl kapálásuk döngött a szüszöggel kormoló kukoricásból, s a vakon túrás jurtáknál magukra hagyva otthon, a héjamadarat, rókát elkergették a kert alól, kiabáltak utána, s a legelőtt odébb pányvázták karóval. Munkára szülték őket, és sokat belőlük,
hogy az ágon is ültek, szülték kihasználni őket, s a kapák szusszantásakor ült csak le pénésük, hogy mint a vagyon, ne a szegénység gyarapodjon, mert eljön akkor az egykék országa, eljön majd, mert magunknak szeretnénk már élni.